Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Székelyföld magazint látják, boldog új évet kívánunk Önöknek. Ebben a magazinban szó lesz hokifesztiválról, szociális lakásokról, és meglepjük a kedves nézőket egy rendhagyó anyaggal, amelyben Hazug Pista bácsiról láthatnak egy összeállítást. Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valamilyen jót tenni, és meglátja, hogy milyen sokan állnak majd mellé. Ez a Böjte Csaba idézet volt a mottója az idén megszervezett hokifesztiválnak. Az egésznapos rendezvényt azzal a céllal szervezték meg, hogy bebizonyítsák, a Gyergyói medencében igenis szükség van a jégpályára. Az öreg létesítmény több száz gyereknek nyújt sportolási lehetőséget, a jégkoron kedvelők az elmúlt évek nehézségei ellenére is megtöltik a lelátókat, és rengeteg városi és környékbelinek jelent kikapcsolódási lehetőséget a szabad korcsolyázás. A hokifesztivál a legkisebbek bemutatkozásával kezdődött, de a nap folyamán minden korosztály jégre lépett. Ügyességi gyakorlatok, valamint bemutató mérkőzések révén mutatták meg, van jövő a gyergyói hoki számára. A nap fénypontja a gála mérkőzés volt, amikor a Progim jelenlegi csapata és a 2001-es ezüst csapat mérkőzött. A szünetekben is zajlottak az események, kihirdették azon árverés győzteseit, amelyen különleges hokis relikviákra lehetett licitálni. Az ismert hazai és külföldi játékosok által felajánlott mezek, valamint egy NHL-es csapat zászlaja összesen 8570 lejét kelt el. Az összeget a jégpálya világítás rendszerének cseréjére fordítják. Ugyancsak erre a célra használják majd fel a gálameccs belépőinek értékét és az eladott tombolák árát is. A példátlan közösségi összefogás első szakasza lezárult, a kezdeményezők a nagyszámú közönség előtt mondtak köszönetet a HSC Csíkszereda magyarországi szurkolótáborának azért, hogy nemzetközivé tették a gyergyóiak mozgalmát. A Magyarországon élő székely hoki szurkolók szimbolikusan átadták az általuk gyűjtött adományokat a gyergyóiaknak. Elhangzott, korábban elképzelhetetlen összefogást jött létre. Lehetetlennek, hihetetlennek tűnt, hogy őskivári szurkolók egymás mellett egy közös célért állnak ki. Ferencvárosi az újpestivel, székesfehérvári drukker a dunaújvárosival, és igen, gyergyószentmiklósi a csíkszeredaival és brassaival közösen dolgozik azért, hogy bárhány újra méltó helyet adjon rangos évkori eseményeknek, azért, hogy a gyergyői hoki a szervezők kijelentették, hokifesztivált idén decemberben is szeretnének szervezni, remélik a már megújult jégpályán. Reméljük, hogy a következő szezon egy új jégen, új falakkal, és természetesen új világítással fogjuk tudni kezdeni. A hokifesztiválon koncert is szórakoztatta a közönséget, majd befejezésként jégdiszkóra került sor. A jégpálya világítás rendszerének cseréjéért indított összefogás idén is folytatódik. A kezdeményezők jelenleg azon dolgoznak, hogy összesítsék a begyűlt támogatásokat, és értékeljék az eddig elért eredményt. 38 család kezdheti abban a tudatban az új évet, hogy elhárult a feje fölül a lakhatási probléma. A Cserehát legfrissebb lakói már december 30-án a kezükbe kapták az új kulcsokat, a szociális lakásokba viszont még nem tudtak beköltözni. A hónap utolsó napján, december 30-án délelőtt adták át a Cseréháti Árpád téren az ingatlanok kulcsait. A helyszínen Tikosi László, a Városháza műszaki igazgatója, valamint a Lakásosztó Bizottság tagjai felvilágosították a 38 jelenlévőt, hogy a következő hetekben a különböző szolgáltatókkal kell megkötniük a szerződéseket. A bürokrácia vontatottsága miatt azonban várhatóan csak január végén lesz meg minden feltétel ahhoz, hogy beköltözhetőek legyenek az apartmanok. A szerencsések kezükben a lakás szerződésekkel az év utolsó előtti napján megtekinthették leendő otthonaikat. A garzon két, illetve három szobás lakások tágasak 50 és 100 négyzetméter közöttiek. Három darab háromszobás, 12 kétszobás és 20 garzon van a három lépcsőházban. A lakásokat egyelőre 5 évig bérelhetik a lakók, majd vagy kiköltöznek, vagy szerződést hosszabbítanak a várossal.
A lakások bérleti díját a család bruttó jövedelme szerint számolják ki, vagyis a fizetendő összeg nem lehet több, mint ennek 10%-a, vagyis ha a két kereső személy 1800 lejt kap havonta, akkor 180 lejt fognak fizetni a városnak. Ehhez hozzáadódnak még a közüzemi számlák. A kulcsátadáson elhangzott 3 hónap elmaradás után azonnal felbontják a szerződést a mulasztókkal, és kilakoltatják őket. Az új tulajdonosokban felmerült a kérdés, hogy a lépcsőház alatti pincéknek mi lesz a sorsa. Tikosi László erre azt mondta, a későbbiekben ezeket is szétosztják, addig viszont tilos használni az alaksori felületeket. Két választás is vár az erdélyi magyarságra az idei év első felében. Május végén európai parlamenti képviselőket választhatunk, és ugyanezen a napon beleszólhatunk a magyar országgyűlési választásokba is. A romániaiak csaknem 90%-a nem tudja, mikor lesznek az európai parlamenti választások, és több mint egynegyedük egyetlen EP képviselőt sem ismer, derül ki egy most közzétett felmérésből. Arra a kérdésre, hogy nevezzék meg az általuk ismert hazai EP képviselőket, a megkérdezettek 27%-a adott helytelen választ, vagy mondta, hogy egyet sem ismer. Legtöbben Lenina Băsescut, az államfő lányát nevezték meg. Mint ismert, a romániai magyarságot 3 személy képviseli Brüsszelben, mindhárman RMDS listán jutottak be, ők Sógor Csaba, Tőkés László és Winkler Gyula. Közülük Sógor és Winkler már bejelentette, hogy újraindul mandátumért, mellettük még Vince Lóránt, az RMDS külpolitikai tanácsosa jelezte ilyen jellegű szándékát. Neveiket egyébként az udvarhelyiek, ha nem is elsőre, de egy kis gondolkodás után sorolták. Sógor Csaba. Tőkés László is ott van a parlamentben. Sógor Csaba, Tőkés Lászlós, Vida... Na, minek hívják? Gyula, vagy hogy hívják? Tévében láttam, igen. A másik választás, ami érdekli az erdélyi magyarokat, a szintén idén sorra kerülő magyarországi országgyűlési voksolás, melyre eddig 43 ezer romániai magyar állampolgár regisztrált. A világ minden tájáról összesen több mint 98 ezer kérelem érkezett a Nemzeti Választási Irodához. Az általunk megkérdezett udvarhelyiek azt mondják, fontos részt venni a szavazáson, állampolgári kötelezettségünk. Kettős állampolgárok vagyunk, akkor becsületbeli kötelesség szavazni, vagyis választani. Mi ja, nem tudjuk Szent már. Ábrahám. Még a miénk nem jött meg. Nem csináltuk még. Nem fiam, meg ők megcsinálják azt. Azért már egy, mert én magyar időbe születtem. Akkor azután volt a második visszacsatolás. Erdélyt csatolták Romániához. A rendszerváltás utáni 7. országgyűlési választást Magyarországon várhatóan 2014. május 25-én fogják tartani, a végső dátumot a köztársasági elnök tűzi ki. A választás várható időpontja egybeesik az idei európai parlamenti választásokkal. A magazin utolsó felében egy rendhagyó anyagot láthatnak, amelyet gyergyói kollégáink állítottak össze, és a mai kor Hári Jánosáról szól, Hazug Pista bácsiról. Hazug Pista neve sokak számára ismerősen cseng. Ő Köllő István, akinek már a születése is körülményes volt, hiszen 2-szer és 2 néven jegyezték be. Gyergyóalfalu határában Baktán remeteként él. Foglalkozása révén vadőr volt, rengeteg ehhez köthető története van. Sosem nősült meg, nincsenek gyerekei, az ünnepeket is mindig valahol máshol töltötte. 83 éves most, de ez nem biztos, mert tavaly is ezt mondta. Első találkozásra roppant kedves ember, jószívű, állatkedvelő, és rengeteg története van. Tanyájára Balázs József festőművésszel látogattunk ki, aki korábban Pista báról így fogalmazott. Amit Hazug Pista képvisel, egy műfaj. A magyar kultúrának része, amitől gazdagabbak vagyunk. Nem mesemondó, nem is adomázó. Ő a Hazug Pista műfajt teremtette meg. Van egy varázsa, olyan képzelő ereje, hogy akár a szürrealisták is megirigyelhetnék, és ez olyan mélyről jön benne, esze ágába sincs, hogy ő valamilyen művészetet űz. Naivitás és zsenialitás együtt van benne, és ezen a keskeny ösvényen Hazug Pista az a személy, aki járni tud.
mondataink helyett meséljen ő maga, ízesen, ahogy csak ő tud, a nőkről, a párturamékkal folytatott vadászatokról, születéséről, arról, hogy hogy lett belőle vadőr, valamint a medvék és az ő kapcsolatáról. Hogy volt Pista bácsi, mikor összeverekedtek óta vala Güdücivel valami fehér népen, vagy hogy volt ez? Volt egy jó történet. Olyan is volt. Há, hogy jó, hát annyiféle nekem az életbe annyiféle dolgom történt, mert ugye, ahogy parasztoson szoktam mondani, ugye bug nem voltam, de egyre minden voltam az életem. Mindennel foglalkoztam, amit csak el lehet képzelni. És ugye az ember, aki mozog, annak sokféle minden a háta mögé kerül. Életemben azt nem mondhatom, mert legutolsó, legcsúfabb ember se voltam, úgyhogy mindenki még, amíg az én koromban, hogy voltam, szóba állt velem. Mindenfajta élőlény. Úgyhogy, de valahol egy dolgot örökkébé tartottam, hogy aki sok lábasba kotorászik, végül étlen marad. Aval is úgy voltam az italval, hogy volt egy drögen nevezetű szakszervezeti elnök volt, kultúrházat, amikor szereztük meg tőle Gyergyónak, hát vadászatra jött, abból, hogy egy szép bikát kell lőjön. Elég az hozzá, amikor megérkezett a dandári kastélyba egy elég jó nagy muré, az összes párturam is mind ott a nyakunkon. Ugye, nekem volt egy szokásom az életben örökké, ahol így nagyobb italozás volt. Mit csináltam, azt csináltam. Az a színű ital volt nekem, ez de örökké csak szörp s víz, amit ők ittak. Azt mondja, az illető egy akkor ember volt, hogy szoktam mondani, egy jóságtörlő papír nem lett volna belőle. Mert a vállam így nem ér. De nagy koponya volt, nagy funkció volt a párturamék közt. Rég azt mondta, hogy mi volt az eredmény. Mikor végzünk a vacsorából, azt mondja, mikor indulunk. Mondom, 5 óra. Elég azt mondja, hogy mikor menjek be, mikor így nagyfőnökökkel, csautól elkezdve nagyokkal vadásztam, örökké a szekusok állították be az órát nálam, és az az óra volt, mi a főnök nélkül. Elég nagy szokta, hogy mondom, 5 órakor indulok. Szeptemberben volt, szarvasvadászatra mentünk, elég nagy szokta, hogy koppantok az ajtós, villanyok gyúltak már akkor, és hiába, hogy nem ez a villamosság volt, de kocsiról, az akkumulátoroktól volt villany. Elég nagy szokta, hogy mikor lépek be az ajtón, nézi az órát, és mely frátesz a stikénke, majd nem trészek út. Hát úgy megmérgelődtem, hogy hihetetlen, hogy neki még van 3 másodperc. Mutatom az órát, hát tényleg a 2 óra közt 3 másodperc differencia van. Az úgy lekapta a karomról az órát, hogy meg se érezte. Elég az, hogy gondolom magamba, na ez is valami jó zsebmetsző lehetett civilbe, jó gyorsan jár a keze. Mikor utolsó állítól 3 nap volt még hátra, azt mondja, jöjjünk át erre a területre, és menjünk ide fel. De az Örves mezőnek hívjuk, ott Mána telep volt,
kukorzsát, gitrai csilifári szedte. Mikor megérkezett az útba, amikor jöttünk, itt benn volt egy nagy homokrakás, ott egy bukfencet vettünk, de hát a páncérkocsiknak mit számított. Ahol lehetett forogni a agybafőbe. Egy közép gerinc van a kövespatak, s az öves közt, azon féljött az egész társaság. Van egy kő, vadászházban minden, annál ezek leültek. Renéz az órára, és mondja, hogy Isának, mely oda le volt ütetve, én elmentem, a bika egyet mordult, ahol tudtam, hogy a helyén. Én elmentem, hogy lőjem meg. Mi volt az eredmény? Azt mondja Isának egyszer, dragán, hogy na azt mondja, a Trógernek nincs szerencséje, hogy meglője a nagy bikát, mert már egy perccel sincs 12-t, és így nézte az órát. Azt mondja is a neki, főnök, neki még több van, mint egy fél perce. És akkor csatlant a puska. Eszre néztek, na büdös hóhér. Ő azonnal azt mondta, tudta, hogy én biztosra lövök. Elég az hozzá, hogy mi történt? A bika ténylegesen jött nekem, ahol én vártam. Én nem vettem észre, hogy egy földigérő nagy bozótos fenyőfa volt, s a mögött a másik bika, neki egy mellékbikája le van fepi. Hát az nem futott tőle. Ez amikor odaérkezett, akarta döfni, hát az félszökött, hogy szökjön ki, onnan menekült a döfés elő. Hát én ugye készen voltam a csutakon álltatált csöves puskas 30 méterre tőle. Tudnod, ha ezzel el kellett volna, és kivettem volna. Hát amikor a bikának az orra megjelent, a helybe fűtőn lőttem, s az oda eszes. Még a nagy bika utána lépett, s egyet borított rajta. Na elég az hozzá. Egy-kettőre intézkedtünk elé dandárbas, bőzentem, s jött a fuvar a bika után, s hozta elé. Nekifogtunk a murénak, a mulatásnak. Lényeg az, hogy mikor olyan szürkülödett tájára kerültünk, egyszer azt mondja, hirtelen előllem a poharat, elcsente, nyújtsa a titkárainak, nézzétek meg, hogy a kollégátok hogy ki veletek s velük. Hát neki igaza volt, mert én a poharam volt, ők itták a szilva pálinkát, és én ittam a szörköt. A végét egy szilva pálinkát itták, és elég az hozzá, hogy azt mondja, na képzeljétek el, ez a gazember azt mondja, engemet mikor az órát lekaptam a karjáról, biztos, hogy zsebmetszőnek ítélt, de ki a nagyobb gazember kettőnk közt? Nézd meg, hogy belőlünk az egész társaságból bolondot csinál, mi ígyunk, mert neki jó a szörpés. És milyen vadászatai voltak? Én minden fejből ültem a fülbe. És a helyzet az... Medvét is? Hát nekem a medvét azt kaszigálom tovább. Most én a medvétől nem félek. Aval elég bajom volt az pedig utolsó. Pedig azt mondják, a medve nem játék. Ha? De én jártam úgy, hogy fel a medvére, ma a fa nem játék, mert melyik a fárokat boncolta, dolgozott. És én azt hittem, hogy az egyik paraszt kaszás, egy nagy rotyak volt itt. Oda lopózkodok,
akkor érek oda, hát a medve. Az úristen helyben, hát volt egy ahhoz való szerszámom villám, míg most is van egy-egy tűszarog, amivel ha oda akasztok, nem menjen kezit csókolomra. Hát elég az azzal, hogy én nagy fürgén, mikor megláttam, hogy medve, a villát vékonyába belé. Háromágú. Az, hogy megnyekkent, s megszökte magát. Még három utolnóbb a fűsz körül lépett. Ha nem volt más lehetőség, egyet szöktem, fölöttem a fűszvágat, elkaptam, de a fűszvág letörött, mert a fűszva könnyen törik. És én zupp vissza a medvére. Ha nem volt más, meg kellett kapaszkodjak, mert még hárman utána voltak. Itt fél vicsi, féljel voltak a mérlekháznál a szénatartók. Odáig a hátán félvitt, ott szöktem le róla. A medvének csak az kell, hogy az ember, s akár milyen élőlénynek, az kutya akár mi, az orra hegyik. Van az a gomb, azt, ami egy jó szerszámmal tudja, üsse meg. Azt, ha megüti, ha nem ügyel, egy adagvért szenvedök vele. Az csak lesüti a fejét, hogy döföltheti az ember, taszigálhassa, vissza az emberhez nem fordul, hogy is. Most is járnak. Nem félek tőle. Nekem egy kutya, semmi házi szerelék, mint egy medve. Mely kutya, ha nem elég fürge az ember, az neki tud szökni hamar, hogy megmarad. De a medve nagyobb test, ahol biztosabban tud az ember bánni. Volt a nyáron, nem törődő. Ahogy mondtam, nekem annyi, ahogy szoktam mondani, mint bézsban. Kedves nézőink, Önök a Székelyföld magazint látták, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és hogyha tehetik, kérem tartsanak velünk ebben az évben is. Minden jót, viszontlátásra!